Tudod, mi az a klikbétes címadás, nyilván? Persze. Én is ilyeneket szoktam adni de most a Mandiner azt gondolom, hogy minden képzeletet felülmúlt azzal az idézettel, amit nyilván mondtál, hiszen nem forgatják ki a szavaidat, de ez alkalmas volt arra, hogy a hazának szüksége van rád, ugye, arra, hogy balos, balipsi oldalon olyan szinten szétkapják ezt a, ezt a kiragadott nyilatkozatot és így a személyedet is, hogy meglepődtél, kedves Filip? Nem lepődtem meg, de hát kezdjük ott, hogy, hogy a hazafogalmát egyáltalán tudják-e ők értelmezni? vagy úgy értelmezik-e, hogy mi értelmezzük. És ugye én hosszan beszélek ebben az interjúban például arról, hogy hogy, hogy, a megafont én miért csinálom, és hogy miért adom az arcomat, az újságíró felvetését mondom, megosztó közéleti megnyilvánulásokhoz. És akkor én erre beszéltem arról, hogy azért, azért például a megafon, vagy azért az én közéleti kirakatban történő szerepvállalásom, mert hiszem a, hiszek abban, hogy én a hazám ügyét képviselem, és a hazámért dolgozom. Tehát amikor, amikor jó ügy mellé állok, akkor én azt gondolom, hogy Magyarország megmaradásáért azért küzdök, amiért egyébként küzdött mondjuk 176 évvel az Petőfi Sándor és a Március hívjak, egy picit más a jelmez, meg más a díszlet, meg egy picit mások a követelések, de akkor is arról volt szó, hogy független Magyarország legyen, hogy akartok-e magyarul élni, szeretni, dolgozni, akartok-e igazi Magyarországot, hangzik el a filmben. Na ezt a fajta Magyarországot, vagy hogy mit jelent a az a belső borzongató hazaszeretet, amely mondjuk téged is vagy, vagy mindannyiunkat, akik a patrióta oldalon megnyilvánulunk szívből. Nem pénzért, nem azért, mert megvettek bennünket kilóra, nem azért, mert szervil és nem tudom én idióták vagyunk, ahogy bennünket általában lefestenek, hanem azért, mert itt belül dobog valami. Na most ezt ők nem tudják hova tenni magukban, sőt évtizedek óta annak a versenynek a szemtanúi és fültanúi vagyunk, hogy hogyan kell mindazt a porba húzni, ami nekünk, nekünk szent. A szent koronától kezdve a, a, hazánkig, a történelmünkön át, a nagyjainkig, a magyar kultúrán át, nagyon sok mindent sorolhatnánk. Na most ezek az emberek persze, hogy röhögnek, amikor az ember azt mondja őszintén, hogy amíg úgy érzem, hogy a hazám ügyének, ha úgy tetszik, a hazánk megmaradásáért én tudok dolgozni, hogy ez szerintük teljesen mást jelent vagy fölösleges, mint ami az én fogalomrendszeremben van, vagy szerepel, attól ez még így van. Ezt szerintem ez egy őszinte mondat. Persze, fura kimondani, hogy megosztó mondat, bár mindenki azzal a tiszta szándékkal dolgozna egy jó ügyért, vagy a hazája ügyéért, ahogy mi ezt nagyon sokan tesszük ebben az országban. Rákai a mai Bezzeg vendége. Köszönöm, hogy elfogadtad, Filippa, meghívásomat. Amikor mert ez a mondat pontosabban és részletesebben úgy hangzott, hogy a jobb oldalnak szüksége van rád, de beletetted a mondatba a nemzetet és a hazát. Hogyha a jobb oldalnak van rád szükséged, jobb van rá szüksége, az valószínű nem érintette volna meg az inger küszöbét a, a ballipsi fanyagoknak. Valószínű a nemzet és a haza. És amikor arról beszélsz itt, hogy, hogy egyáltalán ismerhetik-e a hazának a fogalmát, és az, hogy valaki ezért akar tenni, az nagyon nehezen tud átvenni bizonyos körökben, nem azzal van itt a probléma, hogy, ha Rákai Filipet nekem jellemezni kéne, akkor egy elég ritkán használt szót mondok, és lehet, hogy nagy, nagyzolós és pátosos is a küldetés tudatos szó, akkor nem lehet, hogy azzal van baj, hogy ez a szó itt Magyarországon, a magyar társadalomban inkább pejoratív módon van jelen, és egyszerűen már nem tudják elfogadni, hogy ennek van egy eredeti jelentése is? Elfogadod egyáltalán a küldetés tudatos minősítésemet? Nem, nem hogy elfogadom, hanem ennél ennél pozitívabb jelzőt nem is, nem is tudtál volna mondani. Tehát szinte bele is pirulok, mert, mert azt gondolom, hogy, 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 ez nagyon sokat leír, de nem csak rólam, hanem sokunkról a patrióta a közszereplők között, vagy akár Magyarország miniszterelnökéről, vagy, vagy legismertebb politikusairól is a jobb oldalon elmondható, hogy igen, küldetés tudatunk van. És persze lehet ezt kiröhögni a túloldalról, meg lehet azt mondani, hogy ránk legyinteni, hogy ez valamiféle téves küldetés tudat, majd az idő meg a jó Isten majd megmondja, hogy, hogy az volt-e. De szerintem csak így érdemes élni, meg csak így érdemes produktumokat létrehozni. Legyen az egy tévéműsor, vagy egy rádiócsatorna, vagy legyen az egy, az egy, film. És amikor én arról beszélek, hogy, hogy a hazának, a nemzetnek, a jobb oldalnak, egy picit áttételesen, nyilván egy ilyen interjúban, a, amiből kiemelték ezeket a félmondatokat. Persze, hogy nincs tere annak, hogy az ember ezt hosszasan kifejtse. De amikor te vagy én, vagy akár Orbán Viktor, vagy Gajdi Csotto, vagy Bajár Zsolt, vagy sokakat említhetnék még, a hazánkért küzd, akkor az a furcsa hírem van, hogy azokért a baloldali szavazópolgárokért is küzdünk, meg az ő gyerekeikért, meg unokáikért, akik, akik igenis egy sokkal jobb világban tudnak élni, és ha megőrizzük ezt a hazát, itt a 93 ezer négyzetkilométeren belül olyannak, amilyen most, és olyan, olyannak, amilyennek mi szeretjük, ezzel a csodálatos, pótolhatatlan nyelvünkkel, a kultúránkkal, a, a szellemi, történelmi függetlenségünkkel, hogy nem akarunk föloldódni egy ilyen egészen-egészen furcsa és teljesen deviáns és kibillent multikulti olvasztótégerben, mint amilyennek egyébként sajnos általam sokszor vagy sokáig szeretett nyugat-európai országokban is látjuk, hogy mi történik. Ha nem akarjuk beengedni, és most nem akarom a szlogeneket mondani, de ha nem akarjuk megnyitni korlátlanul bárki előtt a határainkat, ha nem akarjuk ezt az egész teljesen kibillent szexuális devianciákat és genderidiotizmust rákényszeríteni az utánunk követke következő nemzedékre, a gyerekeink vagy a leendő unokáink világára, akkor 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 igenis a hazánk mellett állunk. És nagyon sok baloldali ember, vagy baloldalra egykor szavazó, vagy talán most is nem tudom miért szavazó embert, ha megkérdezed négy szem közt ezekről az ügyekről, és van még benne a normalitásnak szikrája, és szerintem sok ilyen ember van ma Magyarországon, az azt fogja mondani, hogy na, na hogy én is a gyerekemnek, meg az unokámnak jót akarok. Tehát azért mondom, hogy áttételesen, vagy ők tudnak róla, vagy nem, vagy így ítélnek meg bennünket, vagy nem. Mi értük is dolgozunk. Tehát, amikor a nemzetről beszélünk, vagy a hazánkról beszélünk, abban mindenki benne van. Tehát az a rossz hírem van, vagy jó, vagy nem tudom, milyen furcsa hírem, hogy, hogy abban, abban mindaz a 10 millió ember, aki most a határoinkon belül él, nem beszélve a határon túli magyarokról, ott mindenki ebben benne van. Tehát én beleértek mindenkit. Amilyen belpolitikai forrásokat és zsizsegéseket élünk most ezekben a napokban, és nyilván túlzó volt lefelé ez a jelző, mert azért nem bagatelizálnám el a köztársasági elnök és más fontos kormányhoz köthető figuráknak a lemondását. A Nemzeti Egység nyilván a mindenkori köztársasági elnök miatt egy viszonylag ismert fogalom Magyarországon, és ha ennek a prizmáján keresztül nézzük a Most vagy Soha című filmedet, amikor Novák Katalin esetében én általában azt szoktam nyilatkozni, hogy számomra igenis megtestesítette a nemzeti egységet, de hát ezzel vitába fog szállni egy kormánygyűlölő magyar állampolgár, akkor célja lehet-e a Most vagy Soha filmnek, hogy valami fajta nemzeti egységet próbáljon elérni, vagy létrehozni? Mert ebben a magyar társadalomban ez baromi nehéz. Van egy, van egy konszenzuális mondás, hogy a popkulturális művészetben, és ilyen szempontból ide sorolható még egy történelmi film is, ami, ami a jelenkorban készült. Az István a királyt tekintik nagyjából annak, az algebra nyelvén a legnagyobb közös osztó. És hogyha a szerzőpáros nézzük akkoriban, a 80-as évek első feléből, akkor mind Szörényit, mind Brodyt, akkor inkább kurzus ellenességgel jellemezhetnénk, bár utólag Brodynál nem vagyok ebben teljesen biztos, de mondjuk azt, hogy akkoriban úgy tűntek. Szörényi biztos, Bródinál meg valószínű. Nem tudom. Akkor, akkor ez a kis furcsa, de egyébként közelségében sem közeli, vagy, vagy időszakában sem közeli példa az István a király, az egy jó példa lehet -e a, a ti filmeteknek, ilyen szempontból törekedhet-e egy ilyen jellegű évtizedekkel későbbi olyan alkotásnak, tekinthetően majd a most vagy soha, amiben ezt a, ezt a funkcióját akár betölthet, ha van ilyen funkciója kell, hogy legyen ilyen funkciója minden kulturális projektnek, amely elkészül Magyarországon. Kellene, hogy legyen ilyen. Amikor a most vagy sohát kitaláltuk, akkor több dolog vezetett bennünket. Egyfelől az a, az a fájóan bántó, hiátus hiány, hogy, hogy egyszerűen nincsenek földolgozva ennek az egészen döbbenetes történelmű Magyarországnak a nagy történelmi tettei, alakjai kellőképpen nem készültek ilyen filmek az elmúlt 34 évben. Egy kezemen megszámolom ezeket. Nonsensz egyébként. Tehát ez volt az egyik cél, talán a legfontosabb cél. A másik cél az volt, hogy találjunk egy történetet, és találjunk egy embert, akinek a, az életén vagy tettein keresztül meg lehet azt mutatni, hogy a mi kreatív csapatunk mit is gondol egy 21. századi történelmi filmről. Hiszen láttunk ilyen-olyan példákat, jókat, kevésbé jókat, de mi valami egészen más szerettünk volna csinálni. És akkor persze, hogy adja magát, hogy az ember teleír különböző A4-es papírokat témaötletekkel, amint történelmi események és történelmi család szerepelnek, és aztán nem véletlenül bögtünk rá Petőfire, és nem véletlenül bögtünk rá 1848. március 15-ére, hiszen azt azért el kell, hogy mondjam, hogy ez nem egy Petőfi teljes életútját feldolgozó film, olyannyira nem, Hosszan lehetne erről beszélni egyébként, és az is megérne nem is egy filmet, hanem egy, egy hosszú tévésorozatot, hiszen 26 esztendő, több mint ezer darabos írói egészen termékeny munkásság és egy olyan közéleti tevékenység, ami hát az ember megdöbbent, hogy egyáltalán, hogy fér bele 26 évben, most az egy filmbe se fér bele, egy sorozatba beleférne, és mi egyetlen egy nap történetét meséljük el, 1848. március 14-e este 7 óra, körülbelül az az időpont, amikor egy fiatalember beront a pilvaxba, és azt mondja, hogy uraim Bécsben kitört a forradalom, ettől a perszől, vagy egy picit előbbről, eztől az órától másnap este 7 óráig 24 óra történetét mondjuk el. Egy olyan ember van a fókuszban, Petőfi Sándor, aki bár a maga korában egy nagyon megosztó ember volt, egy egyáltalán nem könnyű ember volt, de mégis, ha ma kimész az utcára és megkérdezel száz embert, hogy mondjanak kedvenc történelmi, irodalmi alakokat, Petőfi ott lesz a toplista elején. Egy olyan ember, akihez mindenki tud valahogy viszonyulni. Ha úgy tetszik, nemzetegyesítő karakter. A nemzeti minimum, vagy hogy egy klasszikust idézzek, a nemzeti maximumot kéne, hogy megtestesítse, hogy, hogy vannak igenis olyan közös ügyeink, amelyek nem vitakérdések. Amelyeken, amelyeken nem kellene vitatkozni, függetlenül attól, hogy négy évente ki melyik pártra szavaz, mert magasabban vannak ennél a napi politikai dagonyánál, vagy iszabbirkózásnál. És Petőfi szerintem egy ilyen, ilyen karakter. Segíts nekem és a nézőimnek, és adjunk egy nem szerint, de egy ilyen szabatos definíciót a kurzusfilmre. Mi a te definíciód a kurzusfilmre? És aztán kapod a következő kérdéseket ezután. Mondok, mondok is egy idevágó példát. Szerintem az 1953-ban készült, föltámadott a tenger című két részes nagy film amely Petőfiről szól, benne van a március 15 egy események is, és ha talán Segesvárig nem is, de a forradalmi szabadságharc bizonyos eseményeit föleleveníti. Az bármennyire is értékelhető művészi alakítások vannak benne, és bármennyire remekül is van a maga korában filmre víve és megrendezve, nem tud rajta nem átjönni ennyi év távlatából sem az, hogy a sztálinizmus végóráiban készül, és Magyarországon egy egészen döbbenetes kommunista diktatúra végnapjai, zajlanak már, ugye már a Rákosi korszak éppen véget ér, ugye stáni halálával leváltják Rákosit, és aztán jön egy, mondjuk azt, hogy ehhez a gyilkos terrorhoz képest egy, nagy, egy hajszányival finomabb vagy konszolidáltabb rendszer, ami még mindig egy gyilkos kommunista rendszer, és hát ennek a, a mély üzenetei azért ott burjánzanak a filmben. A mi filmünkben nem burjánzik semmiféle ilyen, ilyen üzenet. Tehát a, a, mi filmünkre nem lehet azt mondani sem ma, sem hús, sem 40 vagy 50 év múlva, hogy tendenciózusan kihagytuk belőle azokat a pontokat, amelyek mondjuk ma épp a baloldal üzenetei, hogy egyet mondjuk a 12 pontból, a, ugye ez az ominózus interjú is idézte ezt a mondatomat, hogy nem húztam ki a sajtó szabadságról és a cenzúra eltörléséről szóló pontot, amelyet egyébként szerintem hazug módon ma a baloldal tűz az ászlajára, mint valami hatalmas üzenet, égbe kiáltó üzenetként, mintha egyébként nem volna sajtó és szól szabadság Magyarországon. Tehát hülyeséget beszélnek, de ha úgy tetszik, ez ma az ő napi pártpolitikai üzenetük. Ahogy benne van a filmben az is, hogy független Magyarországról beszélnek az ifjak, vagy arról, hogy a, a magyar katonáinkat hozzák haza, és a, a külföldieket vigyék el tőlünk, kvázi nem vívjuk más háborúit. Ha úgy tetszik, ez meg, ez meg kormánypárti üzenet, ahogy mondom, a független Magyarországról szóló törekvés is az, és ha egyébként a hazaszeretetet bárki ma úgy ítéli meg a filmünk kapcsán, hogy hát az a jobb oldal szekerét tolja, akkor csak annyit tudok üzenni, hogy hát akkor tessék fölzárkózni a bal oldalnak is úgy őszintén ehhez a kategóriához, hogy mit jelent az, hogy haza szeretett. Tehát a kurzusfilmnek mindig az adott politikai éra napi direkt üzeneteit hordoznia kell, és akkor az kurzusfilmé válik. A most vagy soha egyáltalán nem, nem az. <coughs> ha te szándékosan nem is akartál kurzusfilmet filmet csinálni, akkor a te alkotói habitusodat ilyen visszakompenzálásszerű módon ez befolyásolta? Tehát, hogyha, tehát még szinte erősebben is nézted, hogy nehogy annak tűnjön? Nem. Nem néztem erősebben egyáltalán forgatókönyvíróként, ez a film egyik forgatókönyvírójaként és kreatív producereként minél hitelesebb történetet szerettünk volna egy egyfelől filmre vinni, másfelől pedig persze van egy, erről sokszor beszéltem már, egy, egy általunk kitalált fiktív szál, elmondhatom, hogy majd, ha, ha érdekes, hogy lesz rá időnk, hogy, hogy miért került ez a filmbe, nem valamiféle öncélú kreatív elménk, villogtatása miatt, hanem, hanem, hanem a történetmesélés miatt szerintünk szükség volt egy fiktív szára. Tehát nem, nem kellett ezen külön dolgozni, hanem egyszerű csak ahogy egy klasszikus, és a, a, erről is szoktam beszélni annak idején, én az RT művészettörténetet, művészetfilozófiát, színház- és filmesztétikát tanultam, és ott ugye reggeltől estig a klasszikusok, meg a kanonizálódás, meg a mű és a befogadó viszonyát boncolgattuk öt éven keresztül, és ott az ember megtanulja, hogy, hogy egy klasszikus attól klasszikus, hogy évszázadok múlva is tud érvényes, örökérvényű üzenetet hordozni, és üzenni a ma emberének, akkor is, ha egy sort nem aktualizálsz benne. Tehát mindig elmondom, hogy nagy kedvencem William Shakespeare, bármelyik művét leemeled ma a polcról és színpadra állítod, nem kell, hogy még csak az, sem, hogy mai ruhákban legyenek az emberek, elmondod mondjuk Arany János fordításában a hamletet, vagy végnézed és pontosan értesz belőle mindent. Találsz benne ma is üzenetet, ahogy találtál száz évvel ezelőtt, vagy 400 évvel ezelőtt, vagy 420 évvel ezelőtt, amikor, amikor megszületett. A történelmi karakterek arra nagyon jók, hogy egyébként fölnyitják az ember szemét azzal kapcsolatban, hogy ahogy mindig mondjuk, hogy a, a jelmezés, a díszlet változik körülöttünk, az ember meg, meg nem tanul. Mert hogy az emberi arhék, az emberi arhetipusok, pontosan ugyanolyanok voltak 200 évvel ezelőtt. És a mi filmünkben is van, aki a hazáért dolgozik, meg van olyan áruló, aki meg az osztrákok spicilje lesz előrejutásért, meg pénzért. De ugyanez történt az egri csillagokban is, ugyanez történt a második világháború bizonyos történeteiben, vagy a 20, pontosabban a 20. század sors tragédiáinak idején. Tehát a, hogy mondjam, a történelem ismétli ilyen szempontból önmagát, tehát mi egy hiteles történetet akartunk elmesélni, egy olyan történetet, történetet, amely egyrészt megemeli a lelkeket, mert annak a napnak, 1848. március 15-ének a bizonyos pillanatai lélekemelőek, de mivel ez egy családi történelmi kalandfilm, egy, egy ilyen érzelmi hullámvasút is, amikor egyszer nevet az ember, egyszer izgul a hőseinkért, aztán persze meghatódik. Az én lemezgyűjteményem úgy néz ki, mind a CD, mind a bakelit, hogy szigorú ABC rendben vannak. Ha azonos előadóhoz érek, akkor évszám szerint vannak mindenki, aki a haverom, és nem, nem gyűjtő, csak szereti az ezen röhög. Én amikor két évvel ezelőtt egy tranzitos panelbeszélgetésen nézőként részt vettem, amit Trombi készített vele, Trombitás Kristóf, és a filmekről volt szó. A, ott ezzel a filmmel kapcsolatban, és hát akkor még hol voltunk a mához időben, a, olyan részletességgel meséltél arról, hogy milyen körültekintően választottátok ki Szinte ugyanolyan autista módon, mint én a lemezeimmel vagyok, hogy az a gomb a ruhán, hogy az a, az a bútor, az a, hogyha le kell gyártani, akkor ugyan, totálisan ugyanolyan legyen, de lehetőség szerint az eredetit szerezzük be. Miért akartátok ennyire, ennyire szigorúan venni ezt? Nyilván van ebben egyfajta beteg maximalizmus. De bármi, amihez, amihez nyúlunk, igen, de, de én ezt. Hogy mondjam? Én ezt megint csak pozitívumként értékelem. Tehát ha, ha valaki szent őrült bármilyen ügyel kapcsolatban, és nagyon sok szent őrültet van tudatos és meg megküldetés tudatos, én azok előtt, az emberek előtt világéletemben, gyerekkorom óta kalapot emelek, és le tudok borulni. Mert, mert kicsit nem érdemes csinálni a dolgokat. Tehát az ember valami jövőben leáll, akkor higgyen benne, és csinálja jól. És amikor a a most vagy sohát elkezdtük előkészíteni. Ugye hát öt évvel ezelőtt írtuk le Szent Tavaly barátommal az első mondatait a forgatókönyvnek, aztán csatlakozott hozzánk kis Szabó Márk, és dolgoztunk rajta jó sokat. Majdnem egy évig a Covid miatt ugye álltak a munkálatok, nem tudtunk előkészíteni, castingolni, a színészekkel nem lehetett találkozni, ilyen videó kis szalagokon, vagy pontosabban telefonon fölvett, ilyen videófelvételeket küldtek, úgy castingoltunk egy ideig. Emiatt ö, ö, csúszott el egyébként egy évvel a a film bemutatója is, mert majdnem egy évet veszítettünk az elején, de már amikor dolgoztunk rajta, egy nagyon erős víziót láttunk magunk előtt, és láttuk magunk előtt a Pilvaxot, láttuk a nyomdát, láttuk a pest budai utcákat, és úgy voltunk vele, hogy ezt vagy úgy kell megcsinálni, mintha az ember tényleg egy időutazás, egy ilyen furcsa időgéppel visszacsöppenne 1848 márciusába, vagy egyébként nincs értelme. És elképesztő mély fúrásokat végeztünk. Én a korszak nagy rajongója, és gyűjtője is vagyok, tehát volt hova nyúlni és volt honnan meríteni, és amikor megtaláltuk a nagyszerű jelmeztervezőnket, Velichritát vagy vagy az építészeket, vagy a kaszkadőröket, vagy, vagy, vagy bárkit, aki a kreatív stábunkhoz aztán csatlakozott, vagy akár belekezdhettem volna Lód Balázs rendezőt, akkor ez a fajta maximalizmus, meg ez a fajta szent őrült lánga tekintetünkben, ez egyszerűen azt vettük észre, hogy másokra is átragad. És mindenki a saját területén nem, nem az elvárható maximumot hozta, hanem annál még sokkal többet. És mert látták, hogy ez az elvárás. Hát odáig elmentünk, hogy a

megkerestük, hogy petőféknek mi volt a kedvenc ételük, és az eredeti recepteket fölkutattuk, és például a deák kenyeret, amely petőfi kedvenc, egyik kedvenc süteménye volt, amit jáva kávéval, amit forró tej fölével szeretett inni, azt megfőzettük, megsüttettük, és amikor a pilvax jelenetet látod majd a filmben, a Most vagy Sohában, és esznek az asztaloknál, akkor azokat az ételeket eszik a statiszták is, és a színészeink is, amit annak idején Petőfiék ettek egy olyan pilvaxban, ami megszólal, a hasonlított, mert a biliárdasztaltól a falikarokig és a csillárokig centire mindent ugyanúgy állítottunk vissza, és építettünk föl a semmiből, hiszen a Pilvaxot 1911-ben lebontották sajnos. Ez abban az esetben nagyszori, hogy ugyanaz a deák kenyér és, és kávé, hogyha finom is. Mert az, az finom. a, az a rongálot, ne, finom volt az aznapi teljesítő képességét. Ne, finom, volt, a... finom volt, én is, mivel vagyok, a deák kenyérből mindig kétszer annyit kellett a, a, a csapatnak, amelyik az ételekről gondoskodott hozni, mert ezt, folyamatosan azt ettük mindannyian. De, de visszatérve erre, hogy nem csak a ruhaanyagokon szöszöltünk sokat. Nem csak azon, hogy mondjuk a Petőfi, Jókai, Szentrégi, Júlia, ugye ekkor a Dohány utcában bérelnek egy közös albérletet most belemehetnék ilyenekbe is, de akkor négy órán keresztül mondanám, úgyhogy majd lőj le, hogy, hogy, hogy milyen a Jóisten. Hogy az az, az az, épület, ahol ők laktak a Dohány utcában, már az sem áll. De helytörténészek segítségével megszereztük az alaprajzát, hogy hogy nézett ki. És amikor elkezdtünk lakásokat keresni, meg házakat, régi házakat keresni szerte Magyarországon, akkor egyszer csak Sopronban rámutattunk teljesen véletlenül az egyik bejárás során egy gyönyörű barokházra, és mondtuk, hogy hú, ez úgy néz ki, mintha üresen állna, hát ezt ki kéne bérelni, hát ha tudunk belül forgatni. És bementünk ebbe a lakásba, és mondjuk 10 centi eltéréssel ugyanaz az alaprajzú lakás volt, mint az eredeti Petőfi Sándor és Sándor Júlia és Jókai által bérelt társbérlet a Dohány utcában, ahol aztán a falakat olyan színűre festettük a panton színskála alapján, mint amit Orlai Petricom a képéről kiválasztottunk, a Petőfi íróasztalára ugyanazokat a tárgyakat szereztük be, vagy gyártattuk le, amelyek ott vannak bizonyos barabás, vagy akár Orlai festményeken, tehát hogy, hogy eddig mentünk el egyébként a beteg maximalizmusban, mert arra gondoltunk, hogy a színészeinknek és a statisztáknak is fogódzót jelent az, ha nem csak úgy csinálunk, hanem egyszerűen ott vagyunk, tehát ha időutazásról beszélünk, akkor a szereplők is legyenek ott, és amit, amit még elkövettünk minden egyes tömegjelenetnél, pedig száz napon keresztül volt ilyen néhány. Úgy kezdtük a jelenetek felvételét, de volt, hogy 6-800 statiszta előtt is, hogy Vajkal együtt és Lót rendezővel együtt kiálltunk hárman a a tömeg elé, meg a színészek elé, bár a színészek akkor már több hónapos tréningeken mindenkivel végvettük a karakterét, gyakoroltunk velük, tréningeztük őket, kamera előtti viselkedés, tehát nagyon-nagyon sok mindennel foglalkoztunk, de a nagy jelenetek előtt elmagyaráztuk mindig annak a jelenetnek a történelmi hátterét, hogy amikor Jókai kimondja azt a mondatot, akkor a 20. sorban álló statiszta se csak üveges tekintettel nézze, hanem pontosan tudja azt, hogy annak a mondatnak ott ezen 848 ban milyen ereje volt, és mit kellett belül érezzen -e akkor egy ember, amikor azt meghallotta. És ezeket nem spóroltuk ki, ezeket a egyébként nagyon fáradtságos, meg, meg sziszifuszi pillanatokat, és meg kell nézni a filmben a 20. sorban álló statiszta, és olyan, olyan olyan erővel éli át a jeleneteket, gyakorlatilag mondhatom, hogy átlényegültek. Tehát, tényleg egy egészen döbbenetes élménye az életemnek az, hogy, hogy ott van a stábbal együtt mondjuk ezer ember ezeken a forgatási napokon a nagyobb jeleneteknél. És ezer ember különböző gondolatokkal, gondokkal, bajokkal, tehetséggel, sok köztük nagyon sok művészember, a színészek, az operatőr, a rendező, mi a kreatív producerek, rengeteg-rengeteg sok-sok egójú ember képes egy ügy érdekében mindent félretenni, és, és akarni, és áhítani azt, hogy ebből valami jó legyen. És ha jól csináltuk, akkor ez ott lesz a válaszna március 14-től. Olyan országban élünk, hát neked ezt nem kell mondanom, ahol ami az egyik oldalnak öröm, boldogság, az a másik oldalnak ö, ö, tulajdonképpen bosszúság, és fordítva kár öröm és sajnálkozás verzióval visszafelé is működik a dolog. Nyilván az egyik legfontosabb támadási felületem a filmnek még a moziba kerülése előtt az, az, hogy ha-ha-ha-ha-ha, nem sikerült a kerek évfordulóra, a tavalyra, a tervezett évfordulóra összehozni. És én is itt most hallottam a váróban, amikor az előző műsor vendégek innen kimentek és beszélgetés volt. Mondjuk el azért a nézőknek, ezt nem elég, elég szer hangsúlyozni, hogy mi az oka ennek, kedves Filip? A Covid az oka. Ugye öt éve kezdtük el írni a forgatókönyvet, elkezdtünk a Nemzeti Filmintézetnél egy hosszú hónapokig, majdnem egy évig tartó pályáztatás és folyamatba belekeztünk, aminek a lényege, hogy hogy a forgatókönyv fejlesztési folyamaton át kell esni. Most nem akarnék senkit ezzel untatni, de ez egy nagyon-nagyon ez komoly folyamat. Kirendelnek ugyanúgy, mint mondjuk egy, egy, egyetemi szakdolgozathoz egy, egy referenst, aki a mi esetünkben egyébként egy, egy rendező forgatókönyvíró volt, aki, akivel folyamatosan konzultálni kell, és, és hónapról hónapra írjuk át, nem tudom, és hányszor átírtuk a forgatókönyvet, ha vannak olyan pontok, ami még még javítani lehet. Javítunk rajta. Tehát ez, ez nem egy két perces folyamat. Tehát jó forgatókönyvet írni, az, az van, hogy egy-két éves folyamat. De azon se csodálkozom, ha valaki 3-4-5 évig ír egyet, mire, mire olyan lesz. Ez nyilván témája válogatja. Tehát elindultunk ezen a folyamaton, és egyszer csak, mikor készen voltunk a forgatókönyv fejlesztéssel, beütött a COVID. Ami azt jelentette, hogy egy ilyen forgatásnak, mint amilyen a most vagy soha volt, amely valóban ilyen értelemben a leggrandiózusabb magyar filmekkel betegszik, és itt most a kőszívű ember fiai, vagy az egri csillagok tömegjeleneteire, meg, meg nagyszabású, gyönyörű jeleneteire gondolok elsősorban. Egy ilyen filmnek az előkészítése majdnem egy év, amíg megtaláljuk azt a bizonyos szendre Pet Júlia Petőfi Sándor Jókai albérletet Sopronban, vagy hol találunk egyáltalán ilyen épületeket, ugye ezek a 48-as épületek Budapesti szinten majdnem mind eltűntek, hol tudsz utcákat lezárni mondjuk száz napon keresztül egy belvárosban, nyilván nem tudsz. Tehát meg kell találni az eredeti helyszíneket, és mi esetünkben föl kellett építeni egy másfél hektáros hatalmas díszletvárost. Megépítettük gyakorlatilag Pest Budát a belsők és utcáival, terecskékkel, landerel nyomdával, pilvax kávéjázzal kívülbelül, fóton. És ezeket mind meg kell tervezni, stb. Tehát a 6000 darab jelmezt részben le kell gyártani, részben a világ másik feléről be kell Kell szerezni, ami korban illeszkedik, hogy mindenki a cipőtől a sétapálcáig korabeli ruhákba járhasson. Ez, ez majdnem egy egyéves folyamat. Igen, ám csak a Covid miatt be kellett húzni a féket. Nem lehetett találkozni senkivel, nem lehetett utazni, nem lehetett a, a színészekkel összejönni. A castingokat úgy végeztük el, hogy egyrészt Vajknak is, Balázsnak is, nekem is a fejemben rengeteg színész volt. Róluk persze tudtunk beszélgetni ilyen online meetingeken, meg föl tudtuk őket hívni telefonon, meg tudtunk tőlük kérni kis videó felvételeket de az igazi casting folyamatok is hónapok, vagy casting folyamat is hónapokig várt arra, hogy a COVID, COVID miatti zárást valahogy föloldják. Tehát magyarán, mire el tudtunk kezdeni forgatni, az 2022. áprilisa volt. Majdnem egy évvel később mint terveztük. És innentől kezdve esély nem volt arra, hogy a 200. évfordulóra befejezzük a filmet. De Úgy, ami a túloldalon igazság... egy óriási kár örömre az nektek a legnagyobb fájdalom, pont hát nektek, ne. akik hát persze, akik az alkotók. Persze, de, de tudod, semmi nincs véletlenül. Tehát, hogy oké, okay, most nem készült el a 200. születés évfordulójára Petőfinek, hát elkészült most 2024-ben, és aktuálisabb, vagy, vagy talán szebb és lélekemelőbb, mint valaha. Tehát, hogy mondjam, kár ezt siratni, de rajtunk kívülálló ok volt, és 20-30 év múlva senkit nem fog érdekelni, hogy pont a 200. évfordulóra készült el, vagy csak egy évvel később. Ha már említetted a casting folyamatát, Filip, volt-e Karlát betű a manapság a kormányt látványosan támadó magyar színészeken? Ez az első kérdésem amikor válogatási elveteket elővettétek. Billog van-e rajtuk? Azokon van a magyar színészeken, akik alkalmasnak tűntek mondjuk a szerepre, első blikre, de a politikai megnyilvánulásaik alapján azt lehet mondani, hogy se ide, se oda, ő van-e félelem. Egyrészt konkrétan is válaszolhatsz, de általánosságban is válaszolhatsz Magyarországon. Ebbe a dologba jóval jobban belelátsz. Emiatt szűküle a kör a lehetséges színészek szóba jövetele esetén? Kezdjük az elején. Nem fogok. Neveket mondani, mert nincs kedvem megint üzengetésekbe belemárni. mert mostában nem tudom észleled, de hogy adok egy teljesen ártatlan interjút, és akkor négy-öt sértett vagy nem sértett mindenféle értelmiséggel a túloldalról, azonnal némi kattintás vadászatért cserébe elkezd visszaüzenni, és akkor ha kedvem van, beleállok, és akkor megy egy ilyen sehova nem tartó vita, úgyhogy neveket nem fog mondani. Azt az első pillanattól, Szente Vajk kreatív producer társammal és Lót Balázs rendezővel együtt tudtuk, hogy nem szeretnénk olyan színészeket látni ebben a filmben, akikhez az elmúlt mondjuk 34 év magyar filmjeinek most kicsit túlzok, persze 70-80 százaléka az arcához köthető. Tehát nem szerettem volna ugyanabból a 20-30 színészből választani, akiket az elmúlt évek filmjeiben is Ez látunk. Azért. azért. nem szeretném, mert, mert nem akarom, hogy bekapcsoljanak azok a pozitív vagy negatív reflexet, amelyet ezek a sokszor nagyon használt, számomra legalábbis nagyon használt színészek hordoznak. És igyekeztünk olyan színészeket válogatni, akik például nem adták el az arcukat nem tudom milyen kereskedelmi reklámokhoz sem. Tehát megpróbáltuk úgy összerakni a castingot és a főszereplőink listáját, hogy 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 úgy tud nézni kívülről, hogy nem azon gondolkozol el, hogy, hogy ú, őt már láttam ebben, őt már láttam abban, ú, de, de jó volt ő abban, ú, de kár, hogy meg. Ezzel a saját, abban, a saját munkátokat nehezítettétek meg. Egyfelől, másfelől pedig egészen új világ nyílt ki. És ugye abban, abban, viszont óriási szerencsénk volt ilyen értelemben, hogy a főszereplőink, a 15 márciusi ifjú, ezek 20 éves srácok. Hát igen. Tehát olyanokat kerestünk, akik a pályájuk elején álló, de rendkívüli tehetségű fiatal színészek. És a 90 soha az életben nem szerepelt még filmben. És ez szerintem egy, egy óriási felüdülés olyan értelemben, hogy úgy tudod őket friss szemmel, tiszta lappal nézni, hogy, hogy, hogy egyszerűen ki kicsit olyan, mintha nem is egy magyar filmet néznél most a, a, a szó, érted, tehát ilyen jó értelmében, hogy nem kapcsolnak be bulvárműsorok, meg valóságok, meg nem tudom micsodák. Tehát tiszta lappal tudsz nézni tiszta tekintetű, hihetetlenül tehetséges színészeket, akiket egyébként az ország különböző színházaiból hoztunk. Tehát van benne nyilván a, a főszereplőnk Petőfi Sándor, beretján Nándi, ő a Nemzeti Színházban játszik. A másik fontos szereplőnk Koltai Nagy Balázs, aki jó Mort játsza, ő a Kecskeméti Katonai József Nemzeti Színház tagja. Mosolygó Sári, aki Szendrei Juliát játsza, ő most, ha jól tudom, szabadúszó, de neki is talán ez a második filmje. És sok-sok márciusi ifjú van, akik közül van, aki a vígszínházban játszik, van, aki a Győri Nemzetiben, van, aki Békéscsabán, van, aki Határon túlról jött, tehát egy nagyon-nagyon színes társaságot szedtünk össze, és az volt a célunk, hogy a castingokban ez volt egyébként a legnehezebb, hogy akit arra a szerepre elképzeltünk, és ahogy fölépítettük magunkban mondjuk Vasvári Pál személyét, akit Fehér Tibor játszik, aki talán a legismertebb az ifjak közül, hogy, hogy passzoljanak, hogy nagyon sok tehetséget megnéztünk, csak nem biztos, hogy, hogy pont a mi fejünkben élő Bujovszki Gyula, vagy Sükei Károly, vagy, vagy Irinyi, vagy Irányi, vagy Degré karakteréhez ők lettek, vagy ők voltak a legjobbak. Tehát így, így válogattunk. Az úgymond nagy öregek közül, közül, bár nem szeretném, ha Lukács Sándor, kiváló Kosudia színész, színész megsértődne ezen, pedig úgy választottunk, hogy, hogy, hogy egyszerűen olyan karakter kellett Ignác von Lederer személyére, amit, amit mi úgy éreztünk, hogy Lukács Sándor tud a lehető legjobban megvalósítani, és az a döbbenetes a van, hogy Lukács Sándor főszerepet mozifilmen soha életében nem játszott. Mellékszerepeket igen, de főszerepet nem. Vagy például Horváth Lajos Otto, akit egy olyan szerepben látunk majd, az osztrák titkos rendőr Farkasnak hívják, SCH. A sajnálatos színházi baleset. Igen, aki, aki megsérült ugye a Nemzeti Színházban, aki olyan átütő erővel játsza el az antagonistánkat, a rossz fiút, aki petőfélyek ellensége, hogy, hogy tényleg az ember ereiben megfagy a vér. És rengeteg-rengeteg fiatal tehetséges színésznő és fiatal színész játszik, sőt, a statiszták első, második, harmadik sorába is egyébként színházi színészeket kértünk föl. Tehát amikor a főhőseink mögött statiszta tömeget látunk, azok között nagyon sok egyébként végzett színész van, olyan kiváló akár vidéki vagy budapesti színházokban játszó színészek, akik soha életükben nem játszottak még filmben. És ez is cél volt. Ez is cél volt, hogy megmutassuk, hogy lehetőséget szabadám adni, vagy kellene adni, nem csak annak a 30 embernek, akiket az elmúlt évtizedekben hadd mondjam ezt, meg lehet ezért kövezni, unásig láttunk már filmekben minden rezdülésüket. Tehát, ha azt kérdezed, volt-e skarlátbetű, ilyen értelemben nem volt skarlátbetű, vagy nem politikai skarlátbetű oh. volt. És aztán voltak nagyon érdekes dolgok. Tehát amikor, hogy mennyire nem politizáltunk a, a, a film kreatív kitalálása, vagy akár a forgatások közben, hogy volt olyan, hogy küldtünk, nem fogok nevet mondani, hogy küldtünk teljesen jó szándékkal színészeknek felkérés hogy küldjenek nekünk, ez még a Covid alatt volt, hogy küldjenek nekünk is telefonnal vagy bármilyen kamerával készült felvételt, mert hogy ebbe is, ebbe a filmbe ilyen és ilyen szerepre szeretnénk őket megnézni. És úgy küldtük el ezeket a, a a felkéréseket, hogy, hogy a karakterüket ismertük egy-egy színházból, nem a pártakönyvük, vagy a, a négy évvel ezelőtti ö, ö, hova szavaztak ö, fénykép alapján ö, küldtük nekik, fogalmunk nem volt, hogy egyébként hogy gondolkodnak a, világból, a világról, és nem egy ö, olyan visszajelzés jött, hogy ők velem, vagy ebben a filmben nem hajlandóak egy levegőt szívni, és hogy köszönjük szépen, de elkenjük a hajunkra. Tehát, hogy, tehát voltak nagyon érdekes reakciók is, de nem mi diszkrimináltunk, ezt, ezt hadd mondjam. Az erőszakos műsorvezető így is úgy is bele fogja szőni valahogy a politikát, akkor ha nem ebbe a következő kérdésébe. Említetted a lehetőség szót, főleg a fiatalok esetében nyilván ez attól is függ, hogy ők maguk aztán a jövőben hogyan sáfárkodnak, hogyha ebből egy hírnév lesz, abból onnantól már rajtuk múlik, hogy ebből hogyan fognak a továbbiakban a művészetükkel megélni. De hát attól azért igen csak tarthattok, akár a fiatalok, de még az öregek is, hogy innentől kezdve Fideszes színész dobozba kerülnek néhányan. Ha csak nem azért, mert az Orbán korszak ideje alatt született ez a film, vagy azért, mert Rákai Filip volt ennek a filmnek az arca az alkotói szempontból. Nem tudom, hogy, hogy ez mennyire lesz így. Én nagyon remélem az ő érdekükben is, hogy, hogy nem lesz így persze hallok történeteket, tehát meg látok félelmeket egy-egy szereplőnk szemében ezzel kapcsolatban, de nagyon bízom abban, hogy, hogy ezeket a tehetséges srácokat, akik mondom mindenféle világnézetű színházból jöttek, és én egyiktől se kérdeztem, és a mai napig Valószínűleg a nagy részükről meg se tudnám mondani, hogy egyébként jobboldali vagy baloldali szavazók-e. Erről nem beszélgettünk a forgatás alatt, a 19. századról, meg, meg ennek az irodalom történeti, meg történeti ö, mélységeiről annál többet, de én nagyon bízom abban, hogy a teljesítményük után fogják őket ö, majd megítélni. És tudok olyat is mondani, olyan színészt, akik, akiről pontosan tudom, hogy egy olyan színházból jött, amely hát finoman szólva nem, nem kormánypárti, de hogy ez a fiú, amikor visszament a, saját anyaszínházába, ahonnan egyébként hozzáteszem, hogy nagyon korrekt módon engedték el. Ha őt a társai, és nem tudom, hogy volt-e ilyen történet, csak ha már eljátszunk ezzel a gondolata, ha őt a társai frocclisták, vagy, vagy cikiszték amiatt, hogy miért ment el ebbe a filmbe, vagy faggatták, mondjuk ez még a pozitívabb, hogy faggatták, hogy mit tapasztalt, én bármiben, bármimet fölteszem arra, hogy egy rossz mondatot nem tudott azzal kapcsolatban mondani, hogy itt bármiféle hittérítést folytattam ja. volna én, hogy ne lett volna minden vérprofi, hogy ne ezt a szent űrületet látta volna minden egyes táptak szemében, ami a miénkben is ott volt, és hogy ne váltvának vetve, hogy úgy ért dolgoztunk volna együtt. És hogy olyan szakmai munka folyt, amit szerintem meg lehet süvegelni. Egy egy 350-400 fős tábot fogtunk össze minden nap, kiválóbbnál kiválóbb szakemberekkel, a magyar mai filmszakma krémjével, akik előttünk is amerikai produkciókat forgattak meg utánunk is. Tehát ez egy nagyon felkészült csapat volt, mi pedig hatványozottan figyeltünk arra, hogy, hogy minden az elvárhatónál is profibb lehessen. Tehát én biztos vagyok abban, és hát most gondolj bele, hogy mondom, hogy, hogy volt, hogy ezer emberrel forgattunk napi szinten. Ha egyetlen egy rossz történet, rossz bánásmód, ki nem fizetett számla, bármiféle ellenszenves attitűd részünkről fölmerült volna, biztos lesz benne, hogy már tele lenne az elmúlt két évben vele az ellenzéki sajtó. Ehhez képest azt tapasztalhatták egyébként a statiszták is, hogy ugyanott ettünk mi producerek is velük együtt ugyanazt az ételt, nem a nem tudom én, honnan hozattuk, és ilyen nagy luxus lakókocsikban mi a dőzsöltünk, miközben ők meg ettek a sátorban, nem. Reggeltől estig együtt voltunk, a porban, a esőben, a napsütésben, ugyanazt tettük, ugyanazt ittuk, együtt, együtt kollég kollégákként, alkotótársaként készítettük ezt ezt a filmet, és ez ettől volt gyönyörű. És ez bárkit megkérdezel, szugró próba szerűen, vagy a balossajtó pont ugyanezt fogja mondani. Beszélgettünk itt még az adás előtt más kontextusban olyan tesztvetítésekről, és szöget ütött a fejembe valami, furcsa lesz a megközelítés, de szerintem érteni fogod. Nagyon nagyot megy a szemmel Weiss a vártnál is nagyobbat megy a szemmel. Hála Istennek. A Semmelweis tekinthető tesztvetítésének a most vagy sohának? És ezt a kérdést látom az arcodon egyből értetted, de ö, én azért volta, én azért becsültem alá először, hogy majd mekkorát fog menni a szemmelvez, mert azért ez a magyar közönség a történelmi és vagy kosztümös filmekre ilyen számban nem szokott elvonulni a moziba. És megtörtént. Óriási dolognak tartom, és valóban, csúnya szóval élve igen, tesztvetítés a, a most vagy soha előtt a szól legnemesebb értelmében. Maximálisan egyetértek. És a, ez a 300, most már a hétanyja 310 fölött van a nézettsége, ami egy Utasztatott vidéki fideszes nyugdíjasok. Természetesen, persze. Tudjuk, hát már, már, már a most a vagy soha kapcsolatban is. is már megy a <laughs> <laughs> már megy a hülyeség persze a, a bal oldalon. Csak annyit a számokról, mert aki ebben nem, nincs benne a napi szinten, az nem is tudja, hogy ez mennyit jelent. Tehát mondjuk 310-15 ezer néző ma a moziban, az annyit jelent, illetve bocsánat, az kétszer annyit jelent, mint mondjuk 5-6 évvel ezelőtt, mondjuk a Covid előtti nézőszámok ugyanis a COVID teljesen lefelezte a moziba járás szokását. Megváltoztatta a moziba járó szokásokat, mert amikor két-három ezer forintért Igen, ott van nézed, két-három ezer forintért, nem tudom, hány száz filmet elérhetsz egy-egy streaming szolgáltatón, sokkal kényelmesebb. Nyilván nem adja azt az élményt, a mozi élményét semmi nem tudja pótolni, de kevesebben járnak moziba. És a Szemelvesz azt mutatta meg, hogy Én csak néz... tehát hozzá, 2000 forintért havonta megnézheted, hogy Jézus fekete. Ja, igen, persze, persze. Tehát, hogy a hűítés az persze <laughs> nagy erővel megy, hát persze tudjuk. Vagy, vagy legalábbis transznemű, nemű, de valami ilyesmi a kettő közül. E, tehát, és, és, egy számot hadd mondjak, a kincsem volt az elmúlt mondjuk tíz év egyik legnézettebb magyar filmje, ha már kosztümösről beszélünk, most ez mennyire volt történelmében, most nem menjünk bele, de kosztümös film volt, szórakoztató volt, stb az 2000, ha jól emlékszem, 16 vagy 17-ben mutatták be, akkor 470 ezer 470 ember ment erre a moziba, ami óriási dolog. Mondom, jött a Covid, megfelezte a számokat, tehát ma a 315 ezres es ez azt jelenti, hogy 630 ezer a Covid előtti időszakban. Nagyon nagy dolog, és számomra ez több dolgot is bebizonyít. Egyrészt, hogy a magyar emberek ki vannak éhezve a magyar hős történetekre. Ki vagyunk arra éhezve, hogy a sok uh, ilyen... Uh tudatos lebutító és a magyar állandóan egy ilyen hasznavehetetlen fajtaként ábrázoló film után mutassunk követendő példákat, olyanokat, akikre jó fölnézni és jó büszkének lenni arra, hogy szemelvesz a maga korában kitalált valamit, amit a világon egyedül ő talált ki. És mi szeretjük ezeket a történeteket, egyébként mi magyarok szeretjük kimondottan a kosztümös filmeket is. Tehát szerintem a Szemmelweis egy, egy, nagyon, nagy, nagyon nagy mérföldkő ezen az úton, és én nagyon remélem, hogy az után, utána, következő történelmi filmek, és nem csak a most vagy soha, hanem mindaz, ami, ami a következő években jön, egyre, egyre inkább be fogja bizonyítani a magyar moziba járóknak, hogy érdemes magyar filmekre is moziba menni. Ez Izgulsz? Hát nagyon izgulok, persze. Hát, Majdnem öt év megfeszített munka van ebben. Minden, minden egyes részletnél ennek a filmnek ott voltam, ott voltunk a kreatív stábunkkal. Sokszor elmondtam már, hogy ez nem egy, nem egy rendezői film, hanem, hanem Kiszabó Márk forgatókönyvíró Szente Vaj, Klód Balázs és az én munkám, ha úgy tetszik. Egészen másképp egy ilyen amerikai típusú, kvázi produceri rendezői film készült, és, és hát saját gyerekünként nevelgettük az elmúlt négy-öt évben, minden pillanatában ott voltunk a vágástól elkezdve nyilván a forgatásig és a zeneszerzés minden egyes apró, apró pillanatáig, vagy az zene felvételig egy 60 fős hatalmas szimfonikus zenekarral dolgoztunk karácsony előtt, döbbenetesen gyönyörű és fölemelő élmény volt. És hát az elmúlt napokban volt már egy-két zárt körű tesztvetítés, amikor már a készfilmet tudtuk megmutatni kisebb szűk csoportoknak, ezek főleg technikai jellegű vetítések voltak nagy mozitermekben, hogy az a hang, amit stúdióban megkevertünk, úgy szól el a moziban, stb. stb. És egészen kivételesek a, a visszajelzések, és óriási az érdeklődés. Tehát az ország minden mozia jelzi a filmforgalmazónak, hogy akár több teremben is, de ezt a filmet vetíteni szeretnék. Van egy hatalmas várakozás, és, és ez még nagyobb felelősséget tesz az emberre, de én úgy vagyok vele, hogy ha Petőfi, Jókai, Vasvári, Szendrei Júlia és a többi Március ifjú, vagy akár Remé Gusztáv könyvkiadó, aki szintén a filmünknek egy fontos szereplője, visszatekintenek ránk valahonnan föntről, akkor, akkor megbocsátják a fikciót is, meg, meg, megveregetik a válunkat is, hogy, hogy mennyire valósághű mindez, amit csináltunk, és nem kérik ki maguknak, hogy miért egy családi kalandfilmbe csomagoltuk az ő egészen elképesztő élettörténetüket. Még egy fél poén lett volna itt a végén, de hát túl magasztosra sikeredett az ja, nem hát Nem nem, nem, nem. nem. Elfogyott az időn, köszönöm szépen Rákai Filipnek, hogy eljött hozzánk, és kicsit betekintést nyert itt a finisben a munkába, és a Bezzeg nevében és a saját nevemben is sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen, de el kell jönnöd, meg kell nézned, és hadd mondjam azt, hogy hazafias kötelesség elmenni a moziba és megnézni ezt a filmet lelkiekben szerintem sokunkat emelni fog. Köszönjük ezt a, Köszönjük. az útravalót is hozzá. Egy hét múlva ismét jön a Bezzek, tartsatok akkor is velünk, sziasztok!